Sziasztok, köszöntelek benneteket! A következő 24 óra folyamán egy nem túlságosan erős hidegfront vonul át felettünk. Ez a front sajnos nem okoz majd sok csapadékot, sőt a jövő hétre visszatér a teljesen száraz idő. Igaz, a hőmérséklet jó pár fokkal alacsonyabban alakul majd a jövő hét első felében, mint az elmúlt napokban. Nézzük meg a felhőzet előrejelzésünket. Ezen tulajdonképpen egy ütköző zónát láthatunk Közép-Európa felett. Itt találkozik össze a déli-délnyugati irányból érkező enyhe és páradus, vagy meleg és páradus, valamint az északról délfelé előre nyomuló száraz és hűvösebb légtömeg. Ez a csata valószínűleg holnap estig tart majd, akkor a hidegfront, amely a két légtömeget elválasztja, valószínűleg átvonul már a Kárpát-medence fölött, és hétfőre teljesen a szárazabb, hűvösebb levegő veszi át az irányító szerepet. Éjszaka azonban még nem, sőt, megérkezik maga a frontvonal is. Emiatt északnyugati irányból egyre több felé megnövekszik a gomolyos szerkezetű felhőzet, de inkább majd csak az éjszaka második felétől, hajnaltól kell északnyugaton, északon egyre több felé záporos jellegű csapadékra számítani, sőt az Alpok alján és a Kisalföldön egy-egy zivatar sem kizárt. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a sok felhő és az enyhe légtömeg hatására még magasan 10 fok körül alakul, néhány fokkal inkább csak északkeleten lehet ennél hűvösebb. Holnap napközben a légtömeg határ, tehát a front szép fokozatosan halad majd déli-délnyugati irányba, ezért a nap első felében inkább az ország északi felén, a másodikban pedig a déli felén kell kiterjedtebb zápor tevékenységre számítani, tehát sajnos nem áztató, hosszantartó csendes esőről van szó. Elsősorban délen, délnyugaton kísérheti a záporokat zivatar is, ugyanakkor délután észak felől már megkezdődik a légtömeg kiszáradása, ezért főleg ott a felhőzet is elkezd jelentősebb mértékben csökkenni. A nap során viszont egyre jobban feltámad az északira, északkeletire forduló szél. A maximum hőmérséklet már inkább csak a Dunántúl déli felén, valamint a Délalföldön érheti el, vagy pláne haladhatja meg a 20 fokot. Ahogy említettem, ez a front nem sok csapadékot okoz majd. 1 milliméteres küszöböt, ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy igazából biztosnak csak az északnyugati megyékben látszik, hogy legalább területi átlagban eléri az 1 mm-t a csapadék mennyisége, ez szinte a por elverésére elég. Elsősorban az Alföldön, de különösen északkeleten valószínűleg nagyobb területek maradnak majd teljesen szárazon. És ebben nem lesz változás, ahogy említettem, a jövő hét első felében, sőt nagy részében sem, hiszen az észak felől érkező hűvös levegő csontszáraz, emiatt kevés lesz a felhő felettünk, csapadék esélye nulla. Éjszakánként a fagyzugos helyeken megint lehet gyenge fagy, de nem olyan erős, mint ezen a héten. Aztán újabb változás legkorábban, majd valamikor a jövő hét végén állhat be, akkor egy ciklon előoldalára kerülhetünk, amellyel enyhe és nedvesebb levegő érkezhet, ekkor jelenik meg ismét a csapadék valószínűsége egyáltalán a fáklya diagramunkon. Ezen hírekkel én megköszönöm a figyelmeteket, további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!